Jó estét kívánok, a híradót látják itt a Mosolymagyaróvári Városi Televízióban 2016. január 13-án, szerdán este 7 órakor. Főbb híreink először röviden. Hősi halottak előtt tisztelektek, a Doni katasztrófára emlékeztek Dunakilitin. Kultúradíj, a Lajta László vegyes kar veheti át az elismerést. Változott a forgalmi rend a belvárosban, süllyedőkapukat terveznek a Magyar utcára. 73 évvel ezelőtt, 1943. január 12-én tört át a szovjet vörös hadsereg a második magyar hadtest által védett Doni frontot. Óvatos becslések szerint legalább 100 000 honvéd vesztette életét. A dunakiliti templomban kegyelettel gondoltak mindazokra, akik a II. Világháború borzalmait megszenvedték. 47 név szerepel a dunakiliti templom falán található emléktáblán. A faluból ennyien vesztették életüket a II. Világháborúban. Mindig is nagy hangsúlyt helyeztünk mi dunakilitiek a hagyományőrzésre, és ebben az első, minden évben, január 12-én a Doni katasztrófa áldozataira való emlékezés, és ahogy a templomban jelenlévők száma is mutatja, ez a dunakilitin élők számára is fontos. 1942 nyarán vezényelték a második magyar hadtestet a Donkanyarba. A II. Világháborúban a két diktatúra is egymásnak feszült. A németek az életterükhöz tartozónak vélték a Kaukázus olajmezőit, viszont nagyobb ellenállást tanúsított a sztálini Szovjetunió, mint azt kezdetben Hitler vélte. A német csapatokat Sztálingrádba csoportosították át, ezért kellett a magyar honvédeknek védeniük egy 200 kilométeres vonalat a Don folyó mentén. A megfelelő fegyverzet, felszerelés nélkül kiküldött és lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek és vesztek oda, értelmetlenül a -40°-es orosz télben. Emlékezzünk a magyar honvédekre, munkaszolgálatosokra, az eltűntekre, akiket évekig hiába vártak haza családjai. Egy könyvbe gyűjtötték azon egykori lakók nevét, akik életüket áldozták a hazáért. Mayer Gizella vezetésével pedig a Dunakiliti Érte Egyesület vegyeskara és a Rajkai Egyházközség kórusa adott megemlékező műsort. Apák és férjek, gyermekek és vőlegények soha nem tértek haza. Gyakori volt az itthon maradottak lelkében a bizonytalanság, látják-e újra szeretteiket. Egyes becslések szerint legalább 100 000 honfitársunk vesztette életét a Donkanyarban 1943-ban. Ennyi maradtunk már belőlük és a tűzből, mely vezette a milliókat messze Golgotákra és feszítette millió keresztre. Az elhunytakra évtizedekig nem lehetett emlékezni. Nevüket, nyugvóhelyüket ki sem lehetett ejteni, hiszen a kommunista hatalom nem engedhette meg, hogy a szovjet diktatúra ellen fegyvert emelő honvédek hősök legyenek. A magyar haderő történelme során a legsúlyosabb katonai veszteségét a Donkanyarban szenvedte el. Az ott elesettek azonban nem csak honvédek, hanem elsősorban édesapák, férjek és gyermekek voltak. A helyi képviselőtestület döntésének értelmében idén a Lajta László vegyes kar veheti át a Mosolymagyaróvár város kultúrájáért díjat. A kórust 1984-ben alapították, hogy énekeljen a Művelődési Ház avató ünnepségén. Akkor egy újságfelhívásban várták az énekelni akaró hölgyeket, ugyanis kezdetben csak női karként működtek. Napjainkban a városi kórus muzsika egyik meghatározó együttese a Lajta László vegyes kar. Az ünnepélyes átadó január 22-én a Magyar Kultúra napján lesz a Fehérló Közösségi Házban tartandó ünnepségen délután 2 órakor. Az új év forgalmi rendi változásokat hozott a belvárosban. Több utat megnyitnak, másokat lezárnak az autósok előtt, ráadásul a tervek szerint süllyedőkapukat fognak telepíteni a Magyar utcára és környékére. Változott idén a behajtási engedélyek kérvényezési rendje. Az idei évtől a VÜF parkolási csoportjának ügyfélszolgálatán igényelhetőek az engedélyek. A kiállítás gyakorlatilag úgy működik, hogy be kell jönni hozzánk, ki kell tölteni egy formanyomtatványt, igényelni kell,
bizonyítani kell a célhoz kötöttséget, tehát hogy ki miért szeretne behajtani a Magyar utcára. Ugye itt vannak vállalkozók, lakosságok, garázs tulajdonosok, tehát mindenki gyakorlatilag egy ilyen egyedi elbírálásba szerepel. A lakosságiaknak a behajtási engedélye 1000 forint, a vállalkozóknak rendszámhoz kötve 3000 forint, átruházhatóban 5000 forint. Mindig az engedélyek mindig csak egy évre fognak szólni. Valószínűleg, és én úgy gondolom, hogy ez így is fog működni, jövőben is majd itt kell majd nálunk megváltani. A tavaly kiadott behajtási engedélyeket 2015. december 31-ével visszavonták, azokat január 15-ig használhatják még az arra jogosultak. A tervek szerint nyár elején telepítenék a süllyedő kapukat a belvárosban, ezekkel a bemenő és kimenő forgalmat irányítanák. Így süllyedő kapu kerülne a Magyar utca és a Sörház utca kereszteződésébe, a Linhart utca végére, valamint a Honvéd utcából a Kötélgyártó utcára forduló részen. Ha valaki a Sós-János utcából érkezik jelenleg, ugye, és behajtási engedéllyel nem rendelkezett, akkor jelenleg ugye a Sós-János utcából amúgy is jobbra fordulhatott ki a fő utca irányába. Most majd ezt a táblát leveszik, és balra is be lehet menni a Szent László térre. Egészen Magyar utcáig egy műszaki zár lesz. Gyakorlatilag az a része az meg lesz nyitva mindenki számára. Illetve ugyanilyen a Honvéd utca folytatása, ahol ugye régebben ki kellett menni a Győri kapu utcán annak, akinek nem volt behajtási engedélye. Most a Linhart-György utcán tovább fog tudni menni, illetve a Magyar utcára is jobbra kanyarodva tudja használni behajtási engedély nélkül, és van még egy szakasz, ez a Jókai utca. A Jókai utca egyelőre egy ilyen zsákutcaként fog gyakorlatilag üzemelni a nagy közönségnek, tehát az azt jelentette, hogy a hidon be tud menni, egészen a Magyar utcáig föl fog tudni hajtani, és akkor a reményeim szerint ott is egy fizető parkolók lesznek kialakítva, közelebb tudnak parkolni a vásárlók, ugye ez volt a vállalkozóknak a kérése. A parkolási csoport úgy tervezi, hogy idén már decemberben el lehessen kezdeni a behajtási engedélyek igénylését és meghosszabbítását. Egyelőre csak postai csekken lehet kiegyenlíteni a behajtási kártya ellentételezését. Reményeik szerint még az idén lehetőség lesz arra, hogy a helyszínen is be lehessen fizetni az engedélyek díját. Nagy az albérlet kínálat Moson-Magyaróváron, mégis szinte lehetetlen találni, mert rögtön akad jelentkező a hirdetésekre. A szakember szerint az utóbbi egy évben stagnálnak az ingatlan árak. A tavalyi évben az országban mintegy 135 ezer ingatlan cserélt gazdát, ez 20%-os emelkedés a 2014-es évhez képest, derül ki a legújabb felmérésekből. A legtöbb lakást és házat júliusban sikerült eladni, de kiemelkedő időszakok voltak a tavaszi hónapok is. Az ország többi részéhez hasonlóan Moson-Magyaróváron is nagy az érdeklődés az eladó és a kiadó ingatlanok iránt. Legfőképpen lakásokra van igény, kiadó lakásokra, a kis garzonlakástól kezdve a két vagy három hálószobás lakásokig, de családi házakra is van igény, ez szintén két alapvető kategória van, akik esetlegesen több embert akarnak ott elhelyezni, tehát mondjuk egy brigádot, vagy több olyan embert, aki együtt dolgozik. A másik része pedig az, aki saját családjával szeretne családi házba költözni, és egy minőségibb, jobb ilyen ingatlan tud megfizetni. A saját lakások mellett sokan befektetést látnak az eladó ingatlanokban. Ezeket a vásárlás után könnyen ki tudják adni. Moson-Magyaróváron leginkább a két-háromszobás lakásokat keresik. A szakember szerint az árak stagnálnak, lassú emelkedés látható csak az albérlet áraknál. Én azt gondolom, hogy elfogadható garzonlakás Moson-Magyaróváron 70-80 ezer forinttól fölfelé bérelhető, plusz rezsi természetesen. Innen, ahogy nőnek a lakások, ugye a bérleti díjak is nőnek, de természetesen nem olyan mértékben, mivel hogy egy 100-150 négyzetméteres lakás nem 3-4-szer annyiért kiadható, mint egy ilyen kis garzonlakás. A Városüzemeltető és Fenntartó Kft.-vel közösen újította fel és alakított ki munkásszállót a Movinov Kft. A Barátság utcai volt orosz laktanya helyén. A szállót már kétszer bővítették, de így is 100%-os kihasználtsággal üzemel. Albérlet nagyon-nagyon szűkösen áll rendelkezésre Moson-Magyaróváron, úgyhogy sokak számára szerintem kényszer is a munkásszálló. Mi főként cégekkel állunk kapcsolatba, tehát nagy Moson-Magyaróváron működő cégek a dolgozóik számára bérlik a munkásszállónak a szobáit. Nyilván itt kialakítottunk mi egy ilyen, ahol páros elhelyezésre van lehetőség,
de a szobák jelentős része az úgy van, hogy nem családokat, hanem egyedülálló embereket várunk oda, akik munkavégzés céljára jöttek a városba. Az ingatlanárak lassú növekedése és a hitelkamatok csökkenése miatt ma már sokan inkább a saját lakás vásárlását választják a bérlés helyett. A miniszterelnökség pályázatot hirdet közigazgatási ösztöndíjra fogyatékossággal élő felsőoktatási hallgatóknak. A program célja a szakmailag elhivatott munkatapasztalattal nem rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj támogatással megvalósuló szakirányi munkatapasztalat szerzésének biztosítása. A felvételt nyert ösztöndíjasnak tapasztalatszerzés helyszínét a miniszterelnökség ajánlja fel a hallgató tanulmányai érdeklődési köre figyelembevételével, a kiválasztási folyamat eredményének és a minisztériumok igényeinek megfelelően. A résztvevők szakmai fejlődését felkészített mentorok segítik. Az ösztöndíj összege havonta 50 000 forint adómentes jövedelem a program 3 hónapja alatt. A felhívás szerint január 11 és 24-e között lehet pályázni. Kedves nézőink, a híradót látták itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Most a hírháttérben Székely Zoltán lesz a vendég, aki a Hansági Múzeum előző esztendejét értékeli, illetve a jelentősebb ezévi programokat ismerteti. A stúdió beszélgetést követően pedig a Székely Konyha című műsort nézhetik meg. Friss hírekkel holnap este is a szokott időben, azaz 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!